Imár a hagyomány, hogy Zuglóban minden évben megrendezik az Ovi Olimpiát. A gyerkőcök és a segítőik mozognak egy jót, de közben a szakemberek komoly tehetségeket is felfedezhetnek. Hát reméljük, hogy így lesz ebben az esztendőben, és Mince Néppalt Ildikó, aki ennek a programnak most mondjuk nyugodtan mondhatjuk, hogy a szakmai vezetője is bizonyos szempontból van itt velünk a mai reggel folyamán. Nagy Ildikó, aki szaktanácsadóként felügyeli a programot, és Szilágyi Áron olimpiai bajnokunk, aki viszont mint emblematikus arc lesz része ennek a mostani programnak. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Ildikó, azért szólok először hozzád, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy a lelke ennek a dolognak azért valahol te vagy, hiszen ez egy régóta futó program, ugye a tavaly esztendőben az olimpia évére való tekintettel Ovi Olimpia nevet is kapott engedélyezvén ugye a Magyar Olimpia Bizottságtól. Idén nem olimpia, hanem Ovi Kupa, igen, ugye? Igen. És hát a két kiváló vívó egyébként, ugye, akik a maguk nemében már önmagában megérnének egy misét, nem véletlen vannak itt, mert hogy most egy picit eltértek mozgásformában az általánostól a speciális felé, és ez a terület a vívás. Igen, igen. Most kapcsolódik ez a verseny a augusztusi budapesti vívó világbajnoksághoz, tulajdonképpen annak a jegyében szerveződik, és hát ugyan tudjuk, hogy a vívás kicsit későbbi korosztályba kezdődik, de nem elég korán kezdeni, és azért azt is tudni kell, hogy a mozgáskoordináció intenzív fejlődése azért itt az óvodáskorban elkezdődik, és itt meg kell alapozni az erő és ellenálló képességet, és azt gondolom, hogy sikerült olyan gyakorlatokat találnunk, ami tulajdonképpen a vívás elemeit mégiscsak valamilyen utómódon tartalmazza, és hát a kiegészítő eszközök pedig végképp a sisak és a kard, illetve a fegyver, a célszerszám, amit a célszerszám. Majd a szakemberek nevesítenek hivatalosan. Abszolút, így van. Itt a tavaly nyugodtan mondhatom, hogy sikert beszervezzelek ebbe a dologba, és úgy látom, hogy elragadt a hív, ugye? Akkor még együtt zsűriztünk és néztük a kicsiket, és ez egy kiváló lehetőségnek bizonyult valóban, ugye az augusztusi nagy esemény előtt egy picit rávilágítsuk a figyelmet erre a műfajra. Áron meg gondoskodott róla a tavaly olimpiá, hogy amúgy is ez a megnövekedett figyelem, ezt ne legyen nehéz így összehozni. Miért pont a vívás? És tényleg lehet-e szerinted óvodáskorban? Hát van két ilyenkorú gyermeket, két lányod, úgyhogy azért személyes tapasztalataid is vannak. Lehet-e ezt a fajta mozgásanyagot valóban a gyerekeknek elkezdeni legalább úgy pedzegetni? Arra van lehetőségünk, hogy úgy tényleg pedzegessük, de igazából alapvető vívó mozdulatokat, vívó mozgást, azt nagyon nehéz. Tehát azért is van az általánosságban, hogy később kezdik ezt a sportot, mint más úgymond természetes mozgásokat, legyen az úszás vagy futás. A vívás az teljesen aszimmetrikus, aciklikus mozgás, tehát nincsenek benne természetes mozgáselemek. Ezért hát csak is a nagyon torna a bizonyos része. Igen, nagyon nehéz elsajátítani, viszont megpróbáltuk azt, hogy az eszközökkel, tehát vívós isakot, szúrópárnát, kis papírból készült kardot, ami érdekessé... Ő lenne az. Igen, ő lenne az. Ami érdekessé teszi ezt az óvodások számára is, hogy egy kicsit felkeltsük a figyelmet és az érdeklődést, mert abban a helyzetben vagyunk, hogy mire oda mennénk toborozni és válogatni, már elkeltek, úgymond a gyerekek. Igen, tehát, mert hogy viszonylag későn kezdődne viszonylag egyébként. Későn lehetne ezt elkezdeni, és addigra már a többi sportág elviszi őket, elragadja. Igen. Valóban, teljesen igaz. Hát arról nem is szólva, hogy azért mondjuk a fiamon látom, aki nagy csoportos óvodás, hogy a harci kedv az megvan a fiú gyerekekben, csak hogy de nincságú, meg nem tudom milyen őrületes harcokba, vessék bele magukat, nem árt, ugye, hogyha azért ennek a mozgásformának a legalábbis így az alap ízeit megmutatjuk. Három téged az olimpia óta szétszednek, tényleg hívnak mindenhova, de azt tudom és azt olvastam, hogy nem csak a választott oktatási terület, ami most a pszichológia felé indulsz el, de önmagában a gyerekekkel való kapcsolat az nagyon kedves számodra. Ez volt elsősorban a motiváció? Csatlakozz. Természetesen nagyon szívesen állok az ilyen kezdeményezések mellé, azért ez a rendezvény mindenféleképpen a gyerekekről kell, hogy szóljon. Az nagyon jó, hogy egy picit megismerkednek a vívással, nyilván nem kerülnek le rögtön az edzőterembe, de majd, hogyha odaérnek 9-10 éves korba, hogy választaniuk kell akár egy sportágat, akkor már tudni fogják, hogy mi az a vívás. És hát mi nagyon fontosnak tartjuk, és úgy gondolom, hogy a vívószövetség is most az irányba törekszik, hogy egy picit az utánpótlás bázist az bővítse, ezáltal megerősödjenek a klubok, haza lehessen hozni, haza lehessen hívni egy-két olyan edzőt, aki egyébként megélhetési okok miatt külföldre távozott. Úgyhogy ez egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív, nagyon jó folyamatnak a része. Ez azt jelenti egyébként, hogy a világbajnokságig zajló időszakban azért általában, ahol gyerekekkel és vívással lehet találkozni, ott te vélhetően fel fogsz bukkanni, ezek szerint akár már óvodás szintől? Én nagyon szívesen
teszek eleget az ilyen megkereséseknek. Ugyanakkor én most már a világbajnokságra készülök heti 8-9-10 edzéssel, és csak azokat tudom vállalni, azokat a felkéréseket, ami egyébként a szabad időmbe belefér, hiszen elsősorban azért élsportoló vagyok, és mindenféleképpen azzal szeretnék először is példát mutatni, hogy milyen munkát végzek el az edzéseken, illetve milyen eredményeket tudok elérni majd a világkupákon, illetve a világbajnokságon. Anatómia vizsga meg volt már? Anatómia vizsgám. Tudom, hogy ez hál' Istennek meg lett, igen. Szuper, úgyhogy gratulálok, mert tudom, hogy ez viszonylag nagy forlat volt így a sportolói tennivalók mellett. Ildikó, egy picit arról beszéljünk még, hogy ugye nyilván nem volt egyszerű, és gondolom, hogy a másik Ildikó abban sokat segített neked, hogy lehet valóban az ismerkedésen túl azért a mozgást is úgy belevinni ebbe a kis játékba az oldások számára, hogy picit szimulálása legyen azért ugye a vívó légkörnek. Igen. És egyáltalán hogy fogadták maguk az óvópedagógusok ezt a kezdeményezést, mert a tavalyi évet, ugye mivel aztán egy nem csak zuglói, hanem fővárosi olimpia, ovi olimpia is lett, azt tudom, hogy nagyon nagy lelkesedéssel, de hogy egy picit specifikusabb ez a dolog, hogy reagáltak? Tudom, hogy volt egy-két furcsa kérdés. Igen, vegyesek voltak a reakciók, szószoros értelmében volt, aki nagyon lelkendezett, hogy egy újabb verseny, egy újabb lehetőség, és nyilván volt, aki azt mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy óvodásoknak való, és arra törekedtünk, hogy tényleg azt azért tudni kell, hogy a mozgás az átszövi a gyerekek életét. Az óvodáskorban az alapozó szakasz, amikor a játék, a mozgás az összetartozik, és a mozgás tulajdonképpen az értelmi képességükre kedvezően hat. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok kreativitása nem ismer határokat, amikor ugye arról volt szó, ugye meg kell említeni a Mókavár óvodának a közösségét, aki ugyanúgy kitalálta ezt a kardot, és gyakorlatilag kitalálta azt, hogy hogyan és milyen gyakorlatokat végezzünk. Tehát alapoztunk arra, hogy mi az, amit tud az óvodás gyerek 6-7 éves korban természetesen, milyen mozgásokat végez. Arra is ügyeltünk, hogy itt már ugye megjelenik az irányított mozgás tevékenység, megjelenik a szabályjáték ismeret, ami említette Ildikó, hogy azért még ebben a korban ugye a fegyelmezettség aztán nem alakult ki teljesen jogos, de még egyszer mondom, azért az iskolai érettségnek az egyik kritériuma az, hogy a kudarctörő képességük elérjen az óvodáskor végére, mire iskolába megy, és ez a kard, ez a fiúkat persze nyilván jobban vonza, de úgy láttuk, hogy azért a kislányok sem maradtak meg, igen, és még egyszer mondom, az eszközök azok nyilván nagyon-nagyon motiválóak voltak számukra, és azt gondolom, hogy így miután megtörtént a sorsolás is, így az óvodapedagógusok is azt gondolom, hogy elfogadták, és nagyon tetszett nekik ez a kezdeményezés. Tehát akkor most már tudjuk, hogy ki, hogy és milyen sorrendben indul majd. Egy picit beszéljünk arról, hogy ugye maga a verseny, mint kérdés, ez sokszor napirendre kerül, igen, de hogy az iskolai érettséget említetted, ami hát most különösen napirenden van, igen, hogy 6 igen, vagy 7 évesen, pontosan, vagy mikor igen, tudjuk a gyereket elvinni az iskolába. Erősítsetek meg abban, hogy egy-két versenyzőről van szó, még én is emlékszem arra, hogy mit jelent versenyezni, hogy azért, hát én azt látom a fiamon, hogy még abban is versenyeznek, hogy kikapja először a fokrémet a fogkefejér az óvodában. Tehát, hogy ez az élet, a verseny a lényeg, hogy nem érzitek korainak azt, hogy ezek a gyerekek úgymond versenyezzenek, hiszen van ilyen jellegű aggodalom, és egyesek azt mondták, hogy de a játék lenne a fontos. Hogy láttad tavaly? Hát én úgy láttam, hogy ők úgy egyébként láttam, imádtak. Annyi jókedvű, vidám gyerek volt, és inkább a szülők voltak azok, akik elvitték abba az irányba, hogy de igenis ő ért be előbb, és ott elkezdtek vitatkozni. A gyerekeket nem is érdekelte, csak hogy végigcsinálják a saját feladatukat, és jól érezzék magukat. Úgyhogy úgy érzem, hogyha nem visszük bele mi azokat a felnőtt aggodalmakat, amiket nem kéne, akkor ezt a gyerekek nagyon jól, nagyon egészségesen, természetesen tudják kezelni és élvezik. Az a legfontosabb szerintem, hogy látszik rajtuk, hogy élvezik. Világos. Hát ugye, ha már versenyről volt szó, akkor az év főversenye nyilvánvalóan a budapesti világbajnokság. Elkezdted-e már egyébként a világkupa menetelést? Mert hogy gondolom, hogy addig is, ahogy hallottam, itt a múlt héten volt bőségesen, miről beszélgettünk, például Bockó Gáborral, hát mondta, hogy nagyon sűrű az idei évprogram, az egészen a világbajnokságig. Valóban egy picit azáltal, hogy előre hozták a világbajnokságot októberről mondjuk augusztusig, ezért egy picit besűrűsödött a program, így a világkupák már elkezdődtek, én sajnos az elsőt ki kellett, hogy hagyjam egy pici sérülés miatt, de most már teljesen jól vagyok, és teljes értékű munkát tudok végezni, úgyhogy a következő hétvégén rendezendő madridi világkupán már én is ott leszek.
Lesz még két világkupa verseny, egy Európa bajnokság, de valójában amire készülünk, az az augusztusi budapesti vívóvilágbajnokság. Az a fő cél az esztendőben, ahol gondolom minden ennek az érdekében történik, és ezek szerint ugye az idei Ovi olimpia, illetve Ovi kupa egészen pontosan, úgyhogy sok sikert kívánok Ildikó szervezéshez, a részvételhez neked az egész esztendőhöz, és hát ugye már most van érdeklődés, lesz ebből idén fővárosi, ha lesz, akkor majd erre a témára is visszatérünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük.